Kiesési rangadót rendeztek a budapesti Szamosi Mihály sporttelepen, ahol a Soroksár az Asztrát fogadta. És az első gólra nem is kellett sokat várni, hiszen a 10. percben a sárgamezes hazaiaktól Nagy Viktória szépen indította Miszlai Jázmint, aki higgadtan lőtt a kapuba. 1-0. Ez volt a 17 éves soroksári játékos első gólja az élvonalban. Nagyon örülök neki, sérült voltam az első fordulótól kezdve egészen az 5. és most végre sikerült a gól is. 5 perccel később újabb helyzete volt a Soroksárnak, egy szögletet követően Váradi Ráhel fejelt, de a kaput végül elkerülte a próbálkozása. Aztán a másik oldalon Gelb Mónika vett át remekül egy hosszan előreívelt labdát a 16-oson belül, amit utána jól is lőtt el, de Terescsényi Anna nagyot védett. Majd a 44. percben újabb vendég lehetőség adódott, amikor is Szakonyi Emese cselezte ki szépen a védőjét, de a lövése végül nem okozott gondot a soroksári kapusnak. A szünetben így 1-0 állt az eredményjelzőn. Ahogyan az 55. perc után is, amikor Török Noémi védett egy hazai szabadrugást. Majd utána rögtön a vendégvédők ügyetlenkedésének köszönhetően Győrik Alexandra került helyzetbe, de Török hatalmasat hárított. A 67. percben aztán Szakonyi húzta meg a jobb oldalon, jól is adott középre, ám Győrik nagyot mentett Denc orsolya elől. Gelb lövése pedig mellé szállt. 10 perccel később megint Szakonyi volt a főszereplő, és megint a jobb oldalon. Az újabb megíromadása és passza után Vicsek Nóra vette át jól a labdát, és fordult kapura. Ám a lövése éppen hogy, de mellé ment. Ekkor futószalagon jöttek a vendéghelyzetek, megint Szakonyi adott be veszélyesen jobbról, de Győrik ismét hatalmasat mentett blokkolásával Denc próbálkozása után. A 82. percben aztán már a másik oldalon Töröknek kellett védenie egy távoli lövést, amit meg is oldott szépen. A 86. percben viszont Denc szöglete után már nem volt a pelláta. Vidács Krisztina fejesével kiegyenlített az Asztra. A mezőny fölénye a vendégeknek góllá érett. 1-1. Sőt, a 89. percben fordíthatott volna az Asztra, ám Szakonyi újabb kiváló passzát Gelb borzasztóan találta el középen, így a labda Terescsényié lett. Aztán Gelb passzolt remekül Vicsekhez, aki megpróbálta elvinni a kapus mellett is a labdát, de Terescsényi megint állta a sarat. Majd a másik oldalon még Benke Anna Máriának is volt egy távoli lövése, amit könnyedén fogott Török. Így a vége Soroksár Asztra 1-1. Nyerni jöttünk, nyerhettünk volna. Igazából az utolsó 10 percet, meg az utolsó fél időt igazából amilyen volt szerintem. Szerettük volna elvinni a 3 pontot. Ez 80 percig úgy is alakult, vagy 85 percig, hogy a miénk lehet, de nem arra játszottunk, hogy 1-0 legyen ez a mérkőzés, utána is támadtunk, meg voltak a helyzeteink, szépen játszottunk, egy szerencsétlen góllal sajnos egyenlítettek, a meccs végén több helyzetet tudtak kidolgozni, úgyhogy ott egy kicsit ők jobban nyomtak, de sajnálom, hogy az elején nem tudtunk több gólt szerezni és esetleg eldönteni a meccset. Sok sérültünk van, sok a beteg is, most is többen úgy tudtak pályára lépni, hogy egész héten betegeskedtek, de úgy gondolom, hogy a második fél időben, amit a csapat hozott, az tényleg az, amit mi tudunk. Az első fél időben egy kicsit megzavart minket ez a kapott gól. Hát a második fél időben, hogyha be tudtuk volna rúgni azokat a helyzeteket, akkor innen ma elégedetten távoznánk. Kezd összeszokni a társaság, és kezdi átvenni azt a dolgokat, amiket mi kérünk tőlük, és kezdenek úgy játszani a lányok. Hát ma nem érdemeltünk vereséget, tehát most már a második csapat ellen vezetünk 80-85 percig. Most már jó lenne, hogyha ezt meg is tudnánk arra az utolsó 5-10 percre tartani. A mai meccsel kapcsolatban annyi problémám van, hogy az 5-6 olyan játékos, aki húzó ember és megfelelő NB1-es rutinra rendelkezik, annak viszont mindegyiknek oda kell tennie magát. Ebben most láttam problémákat,
meglátjuk. Nekünk az kell, hogy inkább 5-6 oroszlán, mint 30-40 nyuszi egy csatatéren, úgyhogy ebbe az irányba fogunk belemenni, de sajnos nagy csere lehetősége nincs. A döntetlen igazán egyik csapatnak sem volt jó, ugyanis így a bajnokság harmadánál az utolsó két helyet foglalják el a csapatok. A Soroksár 5 ponttal 7., míg az Astra 4-jel a 8. Gondolom, hogy az anyagi lehetőségek mind infrastruktúrálisan, mind játékos állományba híven tükrözik a tabellát. Mi nekünk egy lehetőségünk van, hogy egy összetartó csapatként folyamatosan fejlődünk. Az igazsághoz hozzátartozik sajnos, hogy kevés játékosunk van, és annak a legalább a felének nincs meg megfelelő NB1-es rutinja, vagy most kezdtek futballozni, vagy NB2-ből igazoltuk. Most a lányok felvették a ritmust, reméljük. Ezt úgy értem, hogy a test közelből megtapasztalták azt, hogy milyen az összes csapat ellen játszani. Úgyhogy innentől kezdve, hogyha mondok valamit, akkor most már érteni fogják, hogy mire utalok, hogyha kérek tőlük valamit, és saját bőrükön megtapasztalva már, ők is levonják a megfelelő konzekvenciát, és akkor jobban és jobban fognak teljesíteni.